Egy díj, amely az újságíró szakma legrangosabb kitüntetése. Egy díj, amelyet hordanak is a kitüntetettek. Egy díj, amely kötelez. Egy díj, amely minden érdekcsoporton felüláll. Egy díj, amelyet a világban is a legtöbbre becsülnek. Ez a Pulitzer díj. Friderikus Sándor műsora az Én mozim 1997-ben Pulitzer díjat kapott. Hétköznapi mesék, nem hétköznapi formában. Friderikus Sándor az Én mozim. Mintha Móra Ferenc írta volna. Egy iskoláról szól, ahol megállt az idő, és ahol olyan jó lenne minden diáknak legalább egy-két évet eltöltenie ahhoz, hogy halvány fogalma legyen arról, valaha milyen is lehetett az igazi iskola. Hol volt, hol nem volt, létezik egy Batida nevű falu 7-8 kilométerre Hódmezővásárhelytől. 250 ember lakja. Mindjárt a főútról bekötőút vezet az iskolához. Ez az iskola egészen biztos, hogy jócskán különbözik az ország valamennyi általános iskolájától, ez a legkisebb. Összesen írd és mondd, 6 tanulója van. Reggelente, persze ők is kötelezően 8 órára érkeznek. Azonban mindjárt az érkezés után sajátos a napirend. Cipőváltás, fogmosás, és a teremben már szeleteli is az otthonról hozott kenyeret az egész iskola, minden osztály egyetlen tanára, tanítója, Rácz József, aki minden reggel a tanítást úgy kezdi, hogy miközben a gyerekek reggeliznek, ő meséskönyvből olvas. Hagyja, hogy felébredjenek a kicsik és a nagyobbak. Mikor voltatok a legtöbben? Tehát hányan voltatok, amikor a legtöbben voltatok? Kilencen voltunk. Kilencen voltatok utána legtöbben. Utána már lefogytunk, mert sokan elmentek, mert némelyik anyukájuk elküldte őket a városba, mert azt találtak, hogy az jobb hely, mint ez itten. És ti mit gondoltok? A városi iskola az jobb hely? Nem. Milyennek az előnye? Tanárvárosi, nem olyan szigorú, mint a város tanárok. Meg itt nincs olyan, mint a városban, hogy a gyerekek ott lüktösönnek, vagy csúnyán beszélnek. Itt nincs olyan? Nincs. Meg ott a városban nem valami jó a levegő, meg ott nagy forgalom van. Egyest ad-e tanárbácsi? Nem. Hát biztos adna, nagyon rosszat tanulnánk. Na de volt már rá példa, hogy valaki itt egyes kapott? Nem, csak hármas. Hármas a legrosszabb jegy? Igen. Most ez vagy azt jelenti, hogy ilyen jól tanultok, vagy azt jelenti, hogy ilyen látszívű a tanárbácsi? Melyikre szavaztok? Is. Igen? Igen, is. Azért a rendes tanárbácsi. Mert? Mert a városi azok biztos, hogy a tanárok nem dicsérnek minket minden nap. Azok olyan szigorúbbak. Előkészült mindenki a mai munkához, környezetismerettel, élővilággal, biológiával foglalkozunk, Zolikával majd. Ha az ember máshoz szokott, bizony furcsa látni, hogy ilyen is van. Osztályról osztályra, diákról diákra halad a tanárbácsi, hogy a feladatokat szelíd kérlelések közepette kiossza. És még az sem kezdi ki tanári tekintélyét, hogy adott esetben legkisebb diákját az ölébe veszi. Elférünk még székről is. Gyere, fütcse egy nyire, aztán már olvasunk is. A Petyügye, két kuma elhatározta. Vacsorára pecsegyét. Miben szenvedtek ti hiány? Tehát mi nincs itt, ami városon mondjuk van? Olyan nincs. Van számítógépünk, tévénk, videónk, több könyvünk is van. A videóra kapott pénzt az önkormányzattól, és ilyen kis segít, vagy valami ilyesmit, és vett egy videót, de az olyan, hogy amikor már nincs iskola, akkor este az olvasók, hogy beátvisz, azt ott is néz. Neki ilyen regényeket, meg amit Batidáról föl van véve. És ami a számítógépet illeti, azt hogy szerezte a tanárbácsi? Ezt nem kellett megvenni, mert azt kaptuk. Nagyon örültünk neki, még rajzoltunk is. Meg kellett rajzolnunk a számítógépet, ahogy hozták. De honnan tudtátok egyáltalán, hogy hogy kell kezelni a számítógépet? Ki tanított? Nem tudtuk, mert ide járt ilyen bácsihoz, ő tanított minket, hogy kell ezt kezelni, meg
Még mindent, hogy bekapcsolni. Miért? Tanár bácsi nem tudta kezelni a számítógépet? Nem. Talán most még azt se tudta, hogy kell bekapcsolni. Nem? Nem, még most se tudja, hogy kell beállítani. Csak nem ti tanítjátok tanár bácsit, hogy hogy kell kezelni? Nem, csak azért nem. Szokta kérdezni, hogy mondjuk nekem néha. Fárasztó nap után van? Általában elfárad így a nap végére? Kicsit megviseli az embert, főleg ahogy az évek telnek, hamarabb elfáradok. Hány éve tanít, tanár bácsi? 40 esztendere nyűvöm magam ezen a pályán. Úgy mondja, hogy nyűvöm? Igen, igen, mert azt hiszem, hogy ha 40 évig dolgozik valaki, akkor jócskán megviseli a 40 éves munka. Rácz Józsefet a tanítóképző elvégzése után 1958-ban az akkor épült Batidai általános iskolába nevezték ki tanítónak. Az iskola akkor még két tanteremmel működött, az egyikben az alsó tagozatosok, a másikban a felsősök tanultak. Azonban a tanárbácsi idővel megnősült, de lakása nem volt, így tovább kellett állni. 12 év után elhagyta Batidát, de a szíve mindig visszahúzta. És mert a következő évtized végére a Batidai iskola tanító nélkül maradt, Rácz Józsefet visszahívták. De persze már nem érte be azzal, hogy ismét ő lett Batida tanítója. Olvasóklub létrehozását vette a fejébe, farsangi mulatságot, évente rendszeresen a rászorulóknak segítséget, karácsonykor ajándékcsomagosztást szervez a faluban, tehát, ahogy ez méltó a vidéki tanítókhoz, ő lett a lelke a településnek. Mennyiben különbözik az ön iskolája az összes többi iskolától? Elsősorban az, hogy itt családias a légkör. Itt minden tanuló a maga képessége szerint haladhat, ha nem megy a dolog, akkor pedig elidőzünk. Mindaddig nem megyünk tovább, amíg azt az anyagrészt alaposan még nem tanulta. Példa rá, hogy az egyik tanítványom sehogy se akarta az egyszer egyet bemagolni, és majd ötödikös korában sikerült végül bele súlykolni. Na de azt nem értem, hát hogy van ez? Úgy eljutott az ötödik osztályig, hogy a szorzótáblát nem ismerte, és ön ezt engedte? Ön ezek szerint például nem buktatja meg őket, hogyha a helyzet esetleg azt kívánja, annak ellenére sem? Így igaz, megbuktathattam volna az alsó tagozatban. Ezt teszik egy városi iskolában a tanítónénik, mert röstelnék, ha a következő év a másik tanítónéni azt mondaná, hogy na hát nem tanítottad, még mégis tovább engedted. Nálam ilyen probléma nincsen. Nem kell szégyenkeznie senki előtt. Következő évben is nincs én kollega. Tanítom, és úgy vagyok vele, mint a cseresznyével, amikor szedi az ember, hogy egyik megért, a másik nem ért meg, de ha ott hagyjuk a fán azt a zöld cseresznyét, valamennyi idő múlva, éppen olyan piros, éppen olyan zamatos lesz az is. Ön sohasem szít, hanem mindig dicsér abban az esetben is, ha valaki gyengébben teljesít? Igen. Arra gondolok, hogy a felnőtt emberek életében is a legnagyobb dolog, a legfontosabb a sikerélmény. Ez ad ösztönzést, ez ad egy nagy húzóerőt a további cselekvésükhöz. Hát még inkább így van ez a gyerekek esetében. És sajnálom azt a gyereket, akit kudarc ér, és akkor még meg is dorgálják érte. Na azért a tanterv nem ismer pardont, és Rácz József sem. Lehet, hogy nem időarányosan haladnak, de állítja, a 8. osztály végére gyermekei épp oda jutnak, mint más út, más iskolában, csak másképp. Tessék csak nézni, itt például már együtt készül az ebédre egy egész iskola. És ez minden nap így van. Megterítenek a tanteremben, és aztán az asztalt körülülve tanárbácsi és diákjai mesélnek, beszélgetnek. Egyáltalán szigorúan vett órák, 45 perces órák vannak? Nem mondhatom, nálunk nem csöngetnek. Nem csöngetünk. Elkezdjük a tanulást a megadott napi rendszerint, és amikor úgy látom a gyerekek szemén, hogy fáradtak, hogy ásítanak egyet, és végére is értünk nagyjából egy témakörnek, egy leckének, a végére értünk, akkor mondom nekik, hogy most már pihenjünk egy kicsit. Itt azért nincs minden évben ballagás, ugye? Mert hát csak akkor van, ha van, aki befejezte a 8-at. Legutoljára mikor volt?
Tavaly az unoka bátyám ballagott. Csak hogy van a ballagás? Egy ember itt körbe ballagja az iskolát? Mi kísértük el. Mi kísértük, meg mondta Istenes ballagáskor, hogy nem vagyunk, nincs annyi sok ballagó, és az osztálytárs, vagy egy iskolatárs, hogy segítenek ballagni. Körbe kísértétek azt az egy gyereket? Utána átjött a ballagás, azt énekeltünk. Ez aztán tényleg megható. Egyetlen nyolcadikos ballag, keze tele virágokkal, és az egész iskola mind a hat további diáktársa kíséri, búcsúztatja. Szervusz, Fisi! Szervusz, Fabi! Szervusz, Erika! Szervusz, Mordi! Szervusz, Tori! Jobbnak láttam, hogy ha bejárnak vásárhelyre. Uh-huh. És igazolta reményeit az, hogy bejárnak? Tehát önnek lett igaz, hogy beíratta oda őket? Hát végül is annyiból igen, hogy... Tehát, hogy így tudom, hogy mire képes. Mert például még itt jártak Batidán iskolában, addig mondjuk nem tudtam, hogy a kislány éppen furujázni is hajlandó. Tehát, hogy ott végül is ilyen lehetőségünk is volt, hogy a zeneiskolában eljárhat furujázni. De itt... Tehát ilyen lehetőség például nem volt. Vagy az, hogy ott bent minden héten egyszer van nekik kedden, például, hogy strandra járnak úszni. Tehát, hogy oda, ott megtanították őket például úszni. Tehát, hogy ott nagyobb a lehetőség, mint itt kint Batidán. Jól érzik magukat, nagyon szeretik a tanárbácsit, ragaszkodnak hozzá, és példaképük a tanárbácsi. Tényleg? És ez nagyon fontos szerintem egy ekkora gyereköknél még. Én is inkább a városi iskolába járás mellett döntöttem. Elég sok szülő innen. Miért? Hát van egy ilyen helyes tanítóbácsi. Hát aki ide akar íratni, az írassa ide. Van ilyen lehetőség is, azok járassák ide. De aki begondolja, az én szerintem járassa a városra be. Itt a tornaóra is rendhagyó módon zajlik. Láthatják mindjárt, ez a csoporthoz még egy kóbor cica is örömmel csatlakozik. Bemelegítés után kötélmászás, aztán meg rohanás Misivel, tanárbácsi Warburgián be a városba, Hódmezővásárhelyre, ahol a gyerekkel képzett angol tanár foglalkozik. Igen, a tanárbácsi saját autóján viszi be Misit hetente kétszer is. Ilyen sincs másút. De talán olyan sincs, hogyha valamelyik diákjának egy-egy különös könyvre van szüksége, szintén Rácz József autózik be érte a városi könyvtárba. Azt hiszem, hogy sikerült a szülőket nagyon meggyőzni arról, hogy a városi iskola többet nyújt a gyereknek, a városi iskola sokkal jobb, mint a külterületi iskola. Amikor a gyerekek tovább tanulnak, akkor önt igazolják? Volt egy tanítványom, aki itt kezdte az első osztályt, és én tanítottam a nyolcadikig. Éppen tavaly búcsúzott el az iskolától, tovább tanul, szakmunkás képzőiskolába, és sikeresen veszi az akadályt. Éppen a számítógépnek köszönhetően talán úgy tudom, hogy a számítástechnikából ő az egyik legjobb az osztályban. Hiszen itt neki sokkal több ideje volt, lehetősége a kevés gyerek miatt, hogy gyakoroljon a számítógépen. Arról mit tudtok, hogy tanárbácsi nyugdíjba készül, hiszen 60 éves lesz mindjárt. Nekünk azt mondta, hogy még minket kitanít 8-ig. Nagyon megszoktuk már tanár bácsit. Szeretitek? Igen. Mi lesz ön után ezzel a kis iskolával? Szeretném, ha tovább működne. Akkor is, ha én nem leszek. Ha a működésének az a föltétele, hogy én még pár évig vállaljam a munkát, és tanítgassak, mert valaki más nem vállalkozik erre, akkor azt is vállalom, bár nagy örömmel mennék már nyugdíjba is. Van egyáltalán utánpótlás, tehát aki az ön helyére lép vagy lépne? Kevés az olyan pedagógus, kezdő pedagógus, aki ebben lát fantáziát, vagy rendelkezik azzal a bizonyos megszállottsággal. Ön egy megszállott ember? Igen, elszánt és megszállott ember vagyok. Mert amikor a pályára léptem,
Azt képzeltem, hogy én a pályámat végig ilyen iskolában fogom eltölteni. Hát én értelemben sikerült az élete. Igen, igen. Mi lenne, Misi, ha mégis úgy döntene, vagy úgy alakulna a helyzet, hogy ő elköszön és jönne egy új? Hát én nem tudom, de biztos elsőleg nagyon durvák lennék vele, azt ne, lenne olyan, mint Tanár bácsi? Nem, sosé. Nem lenne. Tanár bácsi úgy csak így van a földön. Tanár bácsi pótolhatatlan. Emberek és fák maradnak utánam. Ezt azért mondom, mert azon kívül, hogy tanítottam, életemben sok fát ültettem, nem maradnak utánam valamilyen nagy emlékek, emlékmű sem marad, de ha egy fa megmarad, még ha nem tudják is, hogy ki ültette, én azzal a jó érzéssel, azzal a tudattal fejezem be az életem. Néhány ember, akinek lelkébe valamit elültettem, és néhány fa, ami utánam is él, növekszik, az megmarad. Én, ha Batidán élnék, biztos, hogy ebbe a kisiskolába járatnám a gyermekemet, és nem a 7-8 kilométerre lévő városi iskolába. Nem mondom, a tudás megszerzése is nagy dolog, de nekem, aki túl vagyok már bizony az iskolás koron, fontosabb, hogy a gyerekek szellemet, szeretetet, figyelést és törődést tanuljanak, amelyek persze lehet, hogy hasznavehetetlen tulajdonságok manapság, de egészen biztos, hogy nem kopik ki olyan gyorsan az emberből, mint a nátrium-szulfát vegyi képlete, vagy Napóleon győztes csatáinak dátuma. Ha csak arra gondolok, hogy ezek a gyerekek stábon minden egyes tagját egy kis csokor virággal köszöntötték a forgatás után, nekem az példázza, hogy itt bizony másfajta figyelmet tanítottak nekik. Minden esetre a hír, ami a forgatás óta a Batidáról érkezett, reményt keltő, bár Rácz József e tanév végén mégiscsak nyugdíjba megy, de szintén pedagógus lánya állítólag továbbviszi a batidai általános iskola kistanulóit.